Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Nézzük meg, akkor kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Képzéseink vannak, az embereknek juttatunk el tudást. Milyen célból? Hát mert az emberek nem boldogok, pedig hát ezért születtünk, nem? Tehát nem azért született az ember, hogy boldogtalankodjon, nem? Gondoljátok végig. Vagy azért született az ember például, hogy mondjuk halálra dolgozza magát, most idézőjelben. Azért születtünk? Nem. Tehát lehet, hogy érdekes hozzá, tehát nézőpont lesz az, amit most mondok, hogy nem a munkával kellene tölteni az idő nagy részét. És ugye az emberek az idejük nagy részét miért a munkával töltik? Hát mert az biztosítja a megélhetést. És akkor erre ugye meg lehetne kérdezni, hogy hát miért nem keresel annyit, hogy mondjuk 3 órában napi szinten meg lenne a megélhetésed? Miért kell, tehát az mondjuk 3 órában az, hát mondjuk 7×3 mondjuk 21 óra, mert miért kellene szombaton, vasárnap kikapcsolódni? Az ember 3 órában el tudja érni azt, hogy elég pénze legyen a megélhetéshez, tehát hogy a szükségletét ki tudja elégíteni. Tehát miért kellene ugye szabad szombattal meg szabad vasárnappal rendelkezni? Miért? Hogyha az ember nem 8 órát dolgozik, miért kellene? És olyat, ha az ember olyat csinál, amit szeret. Mi például a nejemmel ugyanúgy dolgozunk szombaton is meg vasárnap is, mint hétköznap bármikor. Tehát nekünk a hétköznap vagy a szombat vagy a vasárnap az ugyanúgy telik, és nincs különbség nekünk a hétvége és a hétköznap közt. Mi úgy alakítottuk ki az életünket, hogy semmi különbség nincs részünkről a hétvége és a hétközti tevékenység között. Tehát nekünk vannak olyan kötelességeink, amit magunk vállaltunk és amit csinálunk. Például én nekem az a kötelességem, senki nem mondta ezt, hogy mármint semmilyen emberfia nem mondta ezt, hogy nekem az a kötelességem, hogy én nekem most szerdán és vasárnap előadásokat kell tartanom. Ezt én mondtam magamnak, hogy nekem a kötelességem, hogy én szerdán és vasárnap előadásokat tartsak, és kötelességem nem csak az, hogy előadásokat tartsak, hanem az is, hogy felkészüljek rá, az is, hogy előkészítsem azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy működjön a rendszer. És ezt én önként vállaltam, és senki nem mondta, hogy csináljam. Nem láttam ilyet a szüleimtől. A szüleim azok először alkalmazottként élték az életüket, majd vállalkozók voltak, hagyományos vállalkozók, és ők például ugye amikor még gyerek voltam, akkor nem volt szabad szombat, akkor szombaton is dolgoztak, vasárnap meg szabad nap volt. de miért kellene valami szombat-vasárnapi szabadnap, hogyha az ember saját maga alakítja az életét? Miért kellene? Tehát most gondold végig, ha jobban megnézzük, te 3 óra alatt megkeresed a jövedelmedet, 3 óra alatt. Most is megkeresed a jövedelmed, most nem a nyugdíjasokról beszélek, hanem akik kapnak valamilyen szinten jövedelmet, vagy teremtenek jövedelmet. Tehát hogyha te vállalkozó vagy, akkor is ugyanez a helyzet, csak valamivel jobb a helyzet, mert vállalkozóként te költségeket számolhatsz el a vállalkozásod javára, és ezáltal több bevételed tud maradni. Ha alkalmazott vagy, nem számolhatsz el költségeket, akkor a munkáltató fizet utánad bizonyos befizetéseket az állam felé, amit részben a te nevedben fizet be, részben pedig ugye a saját nevében fizeti be. Ez az összeg körülbelül annyi, ez a két összeg együtt körülbelül annyi, mint a te nettó fizetésed. Ha vállalkozó vagy és költségeket számolsz el, vagy cégtulajdonosként költségeket számolsz el, akkor ugye ha jól csinálod a dolgokat, megteheted azt, hogy a költségek elszámolása után több legyen az az összeg, nagyobb arányú legyen az az összeg, amit te hazaviszel, mint ténylegesen egy alkalmazottnál. Tehát ezt ugye megteheted törvényesen. De hát hogyha jobban megnézzük, ugye igazából a legtöbb ember, a lakosság mondjuk 80%-a az alkalmazott, illetve kényszervállalkozó. A kényszervállalkozó az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem jön ki jobban, mint egy alkalmazott. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy alkalmazottként valakinek hasznot termel. Tehát most ha jobban így megnézzük a dolgokat, hát ugye bolond az a tulajdonos, vagy az a vállalkozó, amelyik embereket foglalkoztat, és azután neki nincs haszna. Az bolond. Szóval lényeg az, hogy minden vállalkozó, aki nem bolond, az alkalmazottak után hasznot könyvelhet el. Tehát mit tudom én, mondjuk egy alkalmazott dolgozik mondjuk a nettó fizetését, a bruttó fizetését és a bruttó-bruttóját figyelembe véve, mondjuk nézzük az átlag fizetést, mondjuk 400 000 forint, nem ez az átlag fizetés, csak az átlag fizetés bruttója körülbelül 400 000 forint ma Magyarországon átlagosan, oké? Abból ugye a nettó az körülbelül 200 000 forint. Tehát dolgozik mondjuk egy alkalmazott és megtermeli ezt a 400 000-et plusz a vállalkozó hasznát, oké? Hát hogyha jól csinálja a vállalkozó, akkor legalább 30% hasznot könyvelhet el egy alkalmazott után, az a minimum, az azt jelenti, mondjuk a 400 000 forint után, az összköltség után, amennyibe az alkalmazott kerül, a 30% az további mondjuk 130 000 forint, oké? Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy te dolgoztál 168 órában havonta alkalmazottként 530 000 forintért átlagosan, érted? és ebből kapsz 200 000 forintot, oké? Tehát akkor megnézzük továbbiakban, ha hazavitted ezt a 200 000 forintot és elkezdesz vásárolni, akkor a legtöbb dolog után, amit vásárolsz, fogsz fizetni áfát, sőt bizonyos dolgok után még egyéb adót is, amit úgy hívják esetleg, hogy jövedéki adót. Pluszba még fogsz fizetni olyan dolgokat is, ami például olyan adó, ha autó van, akkor súlyadód, stb. Stb. Tehát további adókat is, ha van kéményed, akkor füstadót, kéményadót, stb. Stb. Tehát az ember még ezen felül adózik, tehát ami azt jelenti, ha megnézzük az áfát, az visszafelé 21%, tehát ha az áfát rárakjuk, az 27%, ha a teljes összegből számoljuk vissza az áfát, az 21%. Tehát ha minden áfás dolog, amit fizetsz, amit veszel, de hát ez nem így van, akkor elvileg a 200 000 forint után még további 40 000 forintot az államnak kifizetsz, de vehetjük nyugodtan ezt a 40 000 forintot, mert fizetsz egyéb adókat is még, oké? Tehát magyarul amit te ténylegesen vásárlásra tudsz elkölteni, az 160 000 forint, de ez sem igaz, mert azoknak a termékeknek is van haszna, amiket veszel, oké? Tehát magyarul nem veszel 160 000 forint értékben terméket, mert vonjuk le belőle azok a hasznokat, a gyártók, létrehozóknak a hasznát, oké? De ha nem vonjuk le, akkor is megnézzük a tényleges vásárlási értéked, úgy, hogy termeltél 530 000 forintot, és gyakorlatilag elvásárolhatsz belőle 160 000 forintot, akkor az nézzük meg, a 160-at osszuk el 530-al, az azt jelenti, hogy 30%, tehát magyarul a vásárló értéked az 30% a tényleges összeg, amit megtermeltél, ahhoz képest. Jó, akkor nézzük meg a 8 órának mennyi a 30%-a. Na mennyi? 3×8=24, tehát 2,5 óra alatt megkerested azt a pénzt, amit elkölthetsz. Világos voltam? Nem is 3 óra alatt, hanem 2,5 óra alatt, oké? Egy ilyen fantasztikus, jó, demokratikus rendszerben élünk. Ez egy fantasztikus jó találmány, csak nem neked, hanem azoknak, akik begyűjtik az emberek fizetése után a bevételeket, a termékek után a bevételeket, és begyűjtik ugye az adókat, stb. Stb. És a hasznokat. Világos ez? Tehát ez részben jó a vállalkozásoknak, illetve elsősorban cégtulajdonosoknak, de elsősorban azoknak jó, akik hatalomban vannak, és még cégtulajdonosok is, oké? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a 3 óra, amit mondtam, ez igazából ideális, mert 3 óra alatt keresed meg gyakorlatilag a pénzedet. Világos ez? Tehát ezért számoljuk azt, hogy mennyivel jobb lenne az életed, mondjuk, hogyha 3 óra alatt, vagy 3 órát kellene dolgoznod. És akkor ugye megkérdezném, hogy ugye mit csinálnak például a jómódúak, azt csinálják, hogy ők simán megtehetnék, hogy 3 órát dolgoznak, és miért nem teszik meg? Tudod miért nem? Mert az igényeiket olyan magas szintre emelték, hogy nem a szükségletük az igénye, hanem a szükséglet szer 3 legalább, érted? És nyilván ha a szükséglethez elég lenne a 3 óra, a szükséglet szer 3, akkor az 9 óra, és akkor már 9 órát kell dolgozniuk. Világos voltam? Na most egy olyan világban élünk, ahol az emberek mintha nem rendelkeznének elég nagy agy mennyiséggel, hanem mintha körülbelül mondjuk ilyen gyereköklömnyi agyuk lenne az embereknek, körülbelül úgy néz ki a dolog. Tehát nem képzik magukat, nem, a többségről beszélek, a túlnyomó többségről, nyilván akinek nem inge, ne vegye magára, tehát nem képzik magukat, nem néznek utána dolgoknak, nem járnak utána dolgoknak, azt hiszik, hogy úgy kell csinálni, ahogy a többség csinálja. Többségbe tartozott az édesanyád, az édesapád, a nagyszülőd, azoknak se volt sokkal több gondolkodásuk, mint neked, nehogy azt hitt, hogy több lett volna. És ez a társadalmi idomítás része, hogy az emberek azt gondolják, hogy úgy kell működni, ahogy a többség működik. Jó a mondás, hogy egy bolond 100-at csinál, érted? És az emberek nem látják át azt, hogy lenne más lehetőségük. Ha az emberek, gondold végig, tudással rendelkeznének, mondjuk az élet működésével kapcsolatban, tehát az élet működése az azt jelenti, hogy ok-okozati összefüggés. Minél több ok-okozati összefüggést ismer egy ember, annál könnyebb neki az élet működésének ismerete, és annál jobban tud boldogulni az életben. De az élet része az ember, és ezért hozzátartozik az élet működéséhez az ember ismeretének, illetve működésének ismerete. És ha ezt a kettőt összetesszük, az életismeretet és az emberismeretet, és ezeknek a működését, ha az ember tudná, akkor rájönne az ok-okozati összefüggésekre mindenütt, és akkor tudná azt, hogy ha ezt teszem, akkor ezzel ezt idézem elő, ha ezt nem teszem, akkor ezzel, akármilyen hihetetlen, ezt idézem elő. Nem nyelvbotlás, azzal is előidézel dolgokat, ha nem teszel meg dolgokat. Nem csak azzal idézel elő dolgokat, hogy megteszel dolgokat, hanem azzal is, ha nem teszel meg dolgokat. Ezáltal ugye mi a fontos? Hát hogyha az ember nem tesz meg dolgokat, és tudja, hogy mi lesz a következménye, meg ha megtesz dolgokat, akkor is tudja, mi lesz a következménye. Miért? mert akkor tudja az ember azt mondani, na most ezt megtegyem vagy ne tegyem, mert előre tudom, hogy milyen következménye lesz, ha megteszem, és előre tudom, hogy milyen következménye lesz, ha nem teszem. És az ember ennek alapján képes cselekedni, és ezt tudod mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha az ember ilyen alapon működne, hogy ismeri az ember és az élet működését, akkor nincs szüksége arra, hogy bárki megmondja neki, hogy mit tegyen vagy mit ne tegyen, mert ő magától képes lenne arra, hogy meghatározza, hogy számára vagy a család és a családjára, vagy a családja számára és mondjuk egy közösség számára, amire beletartozik mondjuk maga a saját fajtája, ugye bőrszín a faj, azon túlmenően mondjuk az emberiségnek mennyire jó lenne az, amit tenne vagy nem tenne, mennyire jó lenne mondjuk a élőlényeknek, mennyire jó lenne mondjuk az élettelen tárgyaknak, dolgoknak, stb. Stb. Mennyire lenne jó az, amit cselekszik a magának, a léleknek, a gondolkodásunknak, a tudásunknak, stb. Stb. A szellemiségünknek mennyire lenne jó, és esetleg mennyire lenne jó a felsőbbrendű lényeknek, amit úgy hívnunk, hogy Istenek vagy Istenünk, mindegy kinek melyik jobban tetszik, a egyes szám vagy a többes szám. De ha az embernek nincs tudása, akkor ugye mi van? Fogják és megmondják neki, hogy mit tegyen. Ha nem mondják meg, hogy mit tegyen, akkor megmutatják neki, hogy mit tegyen, azon keresztül, hogy a többiek mit tesznek. Mert ha a többiek egy bizonyos dolgot tesznek, akkor ez mi fog történni? Például lelkiismeret furdalása lesz az illetőnek, hogy ő miért nem teszi azt, amit a többiek. Érted? Mert az lesz a társadalmi elvárás az egyén felé, hogy ő is azt tegye, amit a többi tesz. Csak ez egy ostobaság. Miért kellene valakinek azt tenni, amit a többség tesz? Miért a gazdagok azt teszik, amit a többség tesz? Nehogy már ezt mond nekem. Ha megnézzük, kik a gazdagok, körülbelül 100 emberből egy gazdag. Oké? Tehát 100 emberből egy, és az az egy azt csinálja, amit a többség, amit a többi, és foglalkozik azzal, hogy a többség mit csinál? Követi a többséget? Nem. Tehát egy kicsit ellentmond azzal, amit eddig mondtam, itt főleg itt a végén, a gazdagsággal kapcsolatban, bár nem sokat beszéltem róla, az, amit most fogok mondani. Nem jó gazdagnak lenni. Tudod miért nem? Azért, mert a gazdagok még jobban félnek, mint az átlagemberek. Tudod miért? Mert több a vesztenivalójuk, érted? És mondhatjuk azt, hogy azért gazdag legyen az ember, hogy jobban féljen. Ez butaság, érted? De a médiában nem ezt látják az átlagemberek, hanem azt, hogy milyen baromi jó a gazdagoknak. Mondok egy példát, jó? Jó pár évvel ezelőtt édesanyámat meglopták, beengedett embereket az udvarra, ilyen szerelés címén, ugye egyedül élt a házában, és ők hoztak egy fémkeresőt, és addig míg anyámat lefoglalták, a fémkeresővel megkeresték az ékszereket, az aranyékszereket, és a készpénzt is, mert ráadásul még egy helyen volt és kb. 4 millió forintnyi értéket vittek el. Ez egy olyan törést okozott édesanyám életében, hogy soha nem emlékszem, hogy bármi annyira megviselte volna. Tehát akkor nézzük meg, ha nem lett volna az a 4 millió forint, amit elvittek, abból csak kis rész volt a forint, a nagy része az ékszer volt. Ha ez nem lett volna, akkor nem lett volna idegesség, mert nem lett volna mit elvinni. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy nem okozott volna neki törést az életében, de szó szerint értsétek a törést, az, hogy meglopták, mert nem tudták volna meglopni, érted? És ugye neki nem volt annyi sütnivalója, hogy ne kotyogja ki, hogy neki mennyi ékszere van, és akkor ki tudja, hogy szájról szájra hogy ment a dolog addig, míg el nem jutott oda, akik már tudták, hogy oda érdemes bemenni, érted? Tehát ezt most csak azért mondom, hogy gondold végig, ha mondjuk az anyu példájánál maradva, ha mondjuk az meg lett volna védve, mit tudom én, mondjuk páncélszekrényben, valahova rögzítve, érted? Akkor nem tudták volna elvinni, érted? De ő ezt lazán vette, ezt a dolgot, és nem azért mondom, hogy ebből tanuljatok, hanem azért mondom, hogy mert ez a dolog okozta életében a legnagyobb törést, nagyobb törést okozott az életében, mint a férjének az elvesztése, érted? Tehát pedig a férjét azt legalább 15 évvel az előtt vesztette el, vagy lehet annyi, nem? 12, mindegy, vagy 13, mert már nem emlékszem pontosan, mikor volt ez az ékszer dolog. Tehát mondom, a férjének az elvesztése nem okozott neki akkora törést, mint az ékszereinek az elvesztése, érted? Tehát az egy természetesebb dolog, hogy valaki meghal, mint hogy ellopnak tőle dolgokat. És gondold végig, mennyire félhetnek a gazdagok attól, hogy meglopják őket. Vagy netántán mondjuk lenne egy rendszerváltás, és akkor számon kérnék tőlük, hogy honnan is szereztétek a vagyont. Érted? Tehát a gazdag emberek, ha megnézed például itt Magyarországon, ugye itt nincsenek olyanok, mint voltak, hogy hát évszázadok óta gazdag volt a család. Itt aki gazdag lett, az mind más hátán vagy más zsírján lett gazdag, mind kivétel nélkül, érted? Egy sem humánus tevékenységből, egy sem, érted? Tehát nem az volt, hogy már a ükükük apja is gazdag volt, érted? Hanem akik most vannak itt, vagy ők, vagy a szüleik loptak, csaltak, hazudtak. Világos ez? Mind kivétel nélkül, az is lopás-csalás, hogy például ő volt egy gyárigazgató, alkalmazott, és jött a privatizáció, és fillérekért kiprivatizálta a vállalatot. Érted? Most idézőjelben. Tudod, hogy történtek ezek a privatizációk nagy része? Úgy, hogy a bank hitelt adott nekik arra, hogy megvegyék a céget, de a bank tudta, hogy mivel a cég mekkora nyereséget termel havi, éves szinten, hogy mennyi idő alatt fogja tudni visszaadni a nyereségből a hitelt, érted? És az azt jelenti, hogy általában 3-4-5 év alatt visszafizették a hitelt, úgyhogy neki gyakorlatilag semmibe nem került a cég megvétele, semmibe nem került, érted? Mindent a bank finanszírozott, a banknak visszafizette a hitelt meg a kamatait is természetesen, mert bőven nyereséget hozott a cég, hát bolond lenne az ember megvenni egy veszteséges céget, érted? És mi történt? Utána 3-4-5 év után már magának termelt a nyereség, érted? Termelte a nyereséget, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nulla pénzből kiprivatizálta a vagyont. Milyen vagyont? Az állami vagyont, ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy a népi vagyont. Tehát ott minden dolgozónak ugyanúgy joga lett volna ahhoz a céghez tulajdonosként, mint például amit a csehek csináltak, hogy a csehek nem engedték ezt a fajta módját a privatizációnak, hanem azt a fajta módját, hogy a tulajdonosok lettek a dolgozók, érted? Szóval a lényeg az, hogy itt Magyarországon, ha megnézzük a gazdagokat, jó, vannak azért kivételek, például a CVAK, mert a CVAK visszakapta ugye a családi tulajdont, de vajon az OTP vezére, annak az őse az itt tulaj volt valamilyen bankba? Már hiszem. Vagy a Mészáros Lőrinc az tulajdonos volt valahol valamiben? Azt se hiszem, érted? És sorolhatnánk a többit, sorolhatnánk, mert persze mondom, van aki visszakapta a gyárát, de az sem általában egy az egyben. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, tehát itt aki a volt szocialista országokban most mind gazdag emberként él, tehát nem olyan, aki külföldről bevándorolt és már eleve gazdag volt kint, most nem erről beszélek, érted? Hanem aki az országban gazdag lett, ilyen OTP vezér vagy ugye Mészáros Lőrinc, ez mind a lakosság zsírján gazdagodott, mind kivétel nélkül. Az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy gazdagodhasson, lopni, csalni, hazudni kellett, törvényesen természetesen. Ezért ugye Antalék már elkezdték kialakítani azt, hogy lehessen törvényesen lopni, csalni, hazudni. Ki az Antal? Az első miniszterelnök ugye a rendszerváltás után, Antal József, és ugye ők elkezdték kialakítani azt, hogy lehessen lopni, csalni, hazudni, és akkor ugye azóta lehet lopni, csalni, hazudni, de mégiscsak lehet tisztességesen működni, csak tisztességes működésből nem lehet meggazdagodni, érted? A világon tisztességes működésből senki nem gazdagodott meg. Mi tudod miért? Mert a tisztességes működésnek az az alapja, hogy élni és élni hagyni. És nem azt jelenti, hogy örüljön mindenki, mert munkát adok neki. Igaz, hogy az a munka az csak alamizsna, amit bért kapnak érte, érted? De hát ők arra büszkék, hogy ők hány embert foglalkoztatnak, és hány embernek megélhetést adnak. És ez valamilyen szinten még igaz is, ha jobban megnézed. Csak hát egy szolga is kap juttatást, sőt egy rabszolga is kapott juttatást, hát kapott szállást, kapott ruhát, kapott kaját, és akkor milyen büszkék lehettek a rabszolgatartók, nem? Hogy ők gondoskodnak az emberekről. Most ugyanez van. Ők is büszkék arra, hogy hány emberről gondoskodnak. Most gondold meg, van egy tulajdonos, amely dolgoztat mondjuk 10 000 alkalmazottal, és akkor most arra büszke, hogy ő 10 000 emberrel gondoskodik. Aha. Inkább azt mondanám, hogy 10 000 embert zsákmányol ki. Világos ez? 10 000 embert ki zsákmányol? Tehát egy gyönyörű szép világban élünk, de az emberek ezt a világot mintha nem látnák át. Nem látnák át. És akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát semmi szín alatt nem az a megoldás, hogy élj úgy tovább, mint eddig. Mert ez egy szabály, ez egy törvényszerűség, hogy ha azt teszed, amit eddig, azt kapod, amit eddig. Érted? Ez egy alapelv, ez egy törvényszerűség. Tehát ahhoz, hogy jobbat kapjál, jobbat kell tenni. Világos az? És az, mondom még egyszer, nincs olyan a történelemben, hogy valaki meggazdagodott úgy, hogy tisztességes úton. Nincs ilyen. Mert a tisztességes út az azt jelenti, hogy amit nyereséget létrehoz, annak a nagyon nagy részét odaadja azoknak, akik segítették azt annak a nyereségnek a létrehozását. Világos ez? És én egy ilyen szervezetet alakítottam ki kezdetektől, hogy élni-hagyni, tehát élni és élni-hagyni elven, ami azt jelenti, hogy mióta a szervezetem működik, 93-ban indítottam, de 94-ben még azt eladtam, és 94-től működik gyakorlatilag a szervezet egy folytában, ugyanaz a szervezetről beszélek, 94-től, és úgy lett kialakítva, hogy a nyereség nagyon nagy része az oda legyen adva azoknak az embereknek, akik hozzájárultak a nyereség létrehozásába. Sőt, én azt is megcsináltam, szembe azokkal, akik ugye nek az a legfontosabb, hogy más zsírján gazdagodjon, vagy mások zsírján gazdagodjanak, mert ugye ők mit csinálnak? Ha nem tudják kifizetni az embereiket, akkor fogják és csődöt jelentenek. És azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy hát nem kell kifizetni az embereket, mert szépen sorba kell kifizetni a különböző követelést, szépen sorba, ami azt jelenti, hogy ha nincs rá pénz, akkor az a követelés soha nem lesz kifizetve, érted? Vagy nincs rá vagyon, akkor az sose lesz kifizetve. És ezáltal fogják, csődöt jelentenek, és ott vannak koppon az emberek. Én tudod mit csináltam? Nem csődöt jelentettem, hanem inkább eladtam dolgokat, vagy kölcsönkértem dolgokat, pénzt természetesen, azért adtam el dolgokat, hogy pénz legyen belőle, és azért kértem kölcsön, hogy pénz legyen belőle, hogy ki tudjam fizetni az embereket, érted? Ez nem most volt, még az előző válságot követő időszakban volt, amikor nem ilyen szolgáltatással foglalkoztam, oké? Illetve foglalkoztunk, mert ugye nekünk összesen négyféle tevékenységünk volt itt az idők során, illetve hát 94-től volt négyféle, mert 93-ban még volt ugye egy másikféle tevékenység, és ugye az még az előző tevékenység volt, és ebben a tevékenységben, amit most csinálunk, van egy óriási előny, az, hogy viszonylag kevés a költség. Tehát például, mert ez egy szolgáltatás és nem gyártás, ezért nincsenek gyártási költségek, nincsenek találmány, mit tudom én, nincsenek alkalmazottak például, tulajdonosok vannak. És lényeg az, hogy ebben a szolgáltatásban, mivel kevés a költség, ezért gyakorlatilag magas a nyereséghányad. De nekem nem kell. Nekem annyi kell, amennyi a szükségletünk, érted? És a többit azt odaadom azoknak, akik részt vesznek abban, hogy legyen nyereség, érted? Mit csinálnak az emberek itt? Nem alkalmazottak, hanem azt csinálják, hogy ha tanuló, hozhatnak tanulókat, és annak lehet jövedelme, és ha jövedelmet akar kivenni, akkor vállalkozó lesz, és vállalkozási megbízásban vagy cégként megbízásban dolgozik, oké? Ha valakinek már eleve van vállalkozása vagy cége, akkor ez nem jelent problémát, oké? De amúgy se jelent egyébként problémát. Tehát ami azt jelenti, hogy itt van egy szolgáltatásunk, olyan képzéseket nyújtunk, gyorsan megmutatom, nézzük, amit coachképzéseknek nevezünk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben, és akkor van etika coachképzésünk, eredményes tanulás coachképzésünk, és ez a life coach képzésen belül. És akkor nézzük tovább, van self knowledge, önismeret coach képzésünk, önismeret coach, vérmérséklet, van energia coach képzésünk, hangulatjavító, személyiségfejlesztő coach, happiness coach képzésünk, tehát boldogság, azon belül elnyomásfeloldó, azon belül, tehát a happiness-en belül önbizalomteremtő coach, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyermeknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő, business coach képzés, azon belül célmegvalósító, kommunikációs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató coach, pénzteremtő coach, van leader coach képzésünk, szervezővezető coach, szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, életszervező coach, marketing coach, konfliktusfeloldó coach. Jó, ezt megnézzük, ezt ma jól számoltam, ez 25 téma. Ez nem egy pár hetes képzés, nem is egy pár hónapos képzés, hanem ez minimum 4 év. Ez minimum 4 év. Ami mostani témát csináljuk, az megmutatom melyik az. Most itt járunk, itt vagyunk. Azt mondja, hogy személyiségfejlesztő coachképzésünk van, az energy, tehát az energia coach szemeszteren belül. Ezt 8. hónapja csináljuk, ezt az egy témát. Ebben a hónapban befejezzük, és a következő téma az az elnyomás feloldó coachképzés lesz. Az pedig azt mondja, hogy 19, 20, 21, 22-én fog kezdődni. Tehát június 22-én. És addig ugye ezt a témát befejeztük. Előtte volt a hangulatjavító coachképzés. Na most ezekről csak annyit szeretnék mondani, hogy ha már itt fönn van, hogy az emberi hangulat az mindent meghatároz. Egy jó állapotú ember sokkal eredményesebb az életében, mint egy rossz állapotú ember. Ezáltal nem árt, hogyha az ember tudja, hogy lehet jó hangulatú, és hogy teremtsen a környezetében is jó hangulatot, és hogyan ismerje föl azokat az embereket, akik éppen az ő hangulatát le akarják húzni. És akkor ugye itt a személyiségfejlesztő coachban az energiákat tanultuk, ami kihat az ő személyiségére, erősségeire, hibáira, ahol képes az illető a hibáit legyőzni, kijavítani, felismerni mások személyiségét, tud segíteni másoknak személyiségből fakadó hibák kijavításában. És lesz az elnyomó feloldó coach a következő, ami egy meghatározó dolog megint csak, nem csak az a 2 volt meghatározó, meg az összes előtte lévő, hanem ez is. Miért meghatározó? Hát mert 4 évente ismétlennek a képzések. Tehát 4 évig ezt a fajta képzést nem fogjuk tanulni, bár visszamenőleg bármilyen képzést meg lehet venni természetesen. Tehát az elnyomás feloldó coachról csak annyit mondanék, hogy a bolygó 1/5 antiszociális, elnyomó. Ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott mindig bőszen tevékenykednek az elnyomók. És ha egy szociális ember nem ismeri fel az elnyomókat, vagy nem tudja kezelni az elnyomókat, akkor az elnyomó tevékenység az hat rá. Tehát az elnyomó tevékenysége az hat rá, vagy kommunikációja. Tehát ameddig megvan valamilyen szinten kapcsolat egy elnyomóval, ha azt az illető nem tanulta megkezelni, akkor biztos, hogy hat rá, méghozzá nem pozitívan, hanem negatívan. Ami azt idéz elő minden emberben, aki nem tudja kezelni az elnyomókat, hogy hangulat romlása lesz. És minél rosszabb állapotú egy ember, annál többet hibázik. És ugye az a legnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag a bolygón majdnem mindenki, főleg itt a nyugati társadalomra mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag szinte mindenki elnyomóskodik. Miért? Mert kap egy elnyomást, mint szociális ember, egy antiszociális embertől, és ő továbbadja az elnyomást. Kinek? Jellemzően egy gyengébbnek adja az ember tovább az elnyomást. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hogy különbözteted meg, hogy ki a szociális, vagy ki az antiszociális? Ki az az ember, akit mint elnyomót kell kezelni, vagy esetleg ő nem elnyomó, csak elnyomást kapott, és annak a hatása alatt áll. És ha te azt akarod, hogy az életed sokkal pozitívabb mederbe kerüljön, hát akkor nyilvánvaló, hogy tisztába kellene azzal lenni, hogy hogyan különbözteted meg az elnyomókat és a szociális személyeket. Mert mi úgy is nevezzük a szociális személyeket, hogy elnyomottak. Tehát ha egy ember elnyomott szociális személyként, akkor hajlamos elnyomói tulajdonságokat mutatni annak ellenére, hogy nem elnyomó. Tehát hogy fogod megkülönböztetni? És hogy fogod kezelni? Az ismeretségi körödben minden ötödik ember elnyomó. A rokonait között is minden ötödik ember elnyomó. Ugyanis a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Ami azt jelenti, hogy ők nem elnyomottak, hanem ők elnyomók. És ráadásul ugye az a legnagyobb probléma, hogy egy elnyomó soha nem lesz szociális személyiség. Soha nem fog szociális személyiséggé változni. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy ebből a szempontból taníthatatlanok. Oké? És ezért van egy olyan világunk, mint ami most van, hogy gyakorlatilag az elnyomók uralkodnak a szociális személyeken. Érted? Mert az a probléma, az a legnagyobb probléma, ezt már tanultam a 90-es évek vége felé, hogy az a probléma egy országban, az elnyomók kerülnek vezető pozíciókba. Oké? És ha az elnyomók kerülnek vezető pozíciókba, akkor az emberek boldogtalanokká válnak. Na most mondok egy példát. Én ki voltam attól, mert tudtam, hogy milyenek a jogszabályok és hogy fog ez működni, hogy több mint két évvel ezelőtt márciusban szükség, illetve veszélyhelyzetet hirdettek az országban. Oké? És igaz, hogy csak először hetekre, az emberek meg bíztak, hogy az meg fog szűnni, de ezt tudtuk, hogy nem fog megszűnni, legalábbis én tudtam, és beszéltem is akkor róla. És lényeg az, hogy ugye most már nem tudják a Covid miatti veszélyhelyzetet fenntartani, most háborús veszélyhelyzetet hirdettek. Erre varjatok gombot. Miért kell veszélyhelyzet nekik? Mert rendeletekkel lehet kormányozni. És csak és kizárólag veszélyhelyzetben lehet rendeletekkel kormányozni. És az most részletkérdés az most, hogy milyen veszélyhelyzet. Én nem is tudtam, hogy Magyarországon háború van. Tehát itt tudtátok? Nem tűnt föl, hála Istennek. Hála Istennek. Sőt, átmennék Kárpátaljára, ott sincs háború. Ott sincs. Semmilyen háború nincs Kárpátalján. Semmi. Értitek? Tehát ami azt jelenti, hogy még Ukrajna jelentős részén sincs háború. Oké? Tehát megnézed, mondjuk így van Ukrajna, és ezen a részen van háború. Oké? Tehát az Ukrajnának mondjuk a nem egész egyharmadában, egynegyedén van a háború körülbelül. És az azt jelenti, hogy mondjuk Kárpátalja az egyik legmesszebb van a háborútól. Érted? És ugye a Kárpátalja van közel hozzánk. Ott sincs háború, hogy nekünk mi közünk a háborúhoz. Na most nem tudom a Putyinnak hogy fog ezt tetszeni, hogyha megtudja esetleg, hogy itt a magyar kormány háborús helyzetet rendelt el. Mert hát akkor ki ellen rendelte el háborús helyzetet? Hát biztos nem az ukránok ellen, nem? Mert az EU az ukrán párti. Hát gondoljátok végig, úgy logikusan. Hát esetleg mit tudom én, a tanácsadói elkottyintják Putyinnak, hogy Magyarországon háborús veszélyhelyzet van. Akkor az mit fog erre a Putyin gondolni? Hát ki ellen van háborús veszélyhelyzet? Vajon? Mikor az egész EU az ukrán párti és orosz ellenes. Akkor magyarok be akarnak csatlakozni a háborúba? Vagy mit akarnak? Gondolkozz! Érted? Ha te lennél Putyin, nem ezt gondolnád? Egy az egyben, gondold végig. Hát miért kellene, hogy háborús veszélyhelyzet legyen Magyarországon? Persze azt tudjuk, hogy Orbán nem azért, vagy az Orbán kormány nem azért rendelte el a háborús veszélyhelyzetet, mert bármi közünk is lenne nagyon a háborúhoz, hanem azért, hogy rendeletekkel tudjon továbbra is kormányozni. És gyakorlatilag mit jelent a rendeletekkel való kormányzás? Hogy nem kell a parlament véleményét kikérni, hanem egyszerűen kitalálnak valamit, és megjelentetik a közlönyben, és onnantól kezdve, mint rendelet, törvény erőre emelkedik. Érted? Ezt jelenti. És gondold végig, hogy ha egy államban béke van, nincs, ugye benne van a törvényekben, például, hogy a háborús veszélyhelyzet az azt jelenti, hogy külső ellenség, vagy belső ellenség. Figyelj, belső ellenség. Mozgolódik. Akkor fölléphet ellenük a katonaság. Érted? Érted? Ez ezt jelenti. És nem kell hozzá a parlamentnek engedélyt adni. Ez ezt jelenti, nem hiszed? Nézz utána az alkotmányban, én ezt megnéztem, nem most, akkor néztem meg még mikor márciusban megnéztem a 2020 márciusban megnéztem az egészségügyi veszélyhelyzetet, és akkor ott van ugye a háborús veszélyhelyzet is, tehát belső vagy külső támadás. A belső az azt jelenti, hogy mondjuk ilyen ellenforradalmi jellegű megnyilvánulás, és hát vagy külső, ugye külső támadás, és olyankor ha nincs veszélyhelyzet elrendelve, akkor a parlament döntése az, ami alapján a kormány cselekedhet. Most nem kell parlament döntés, hanem simán a kormány kitalál valamit és egy rendeletet hoz, és annak alapján cselekszik a hadsereg. Oké? Tehát amikor háborús helyzetek vannak, akkor hadseregről beszélünk, nem rendőrségről, hadseregről. Oké? Ezt csak úgy mondom. És ugye abban az is benne van, hogy kérhet ugye a NATO-tól külső segítséget. Oké? A saját népe ellen is akár. Ezt csak úgy mondom. Oké? És ezt simán rendeletbe hozhatják. Egyik pillanatra a másikra. Csak hogy világosan lássad. És valószínűleg ez nem csak itt Magyarországon van ez így, nehogy azt hidd. Hát most gondold végig, ez úgy működik, hát Nem sok, szerintem ember nincs itt Magyarországon, aki jobban ismerni az ember működését, mint ahogy én ismerem. Tehát biztos vagyok benne, hogy nincs ember, aki jobban ismerni az emberek működését, mint ahogy én ismerem. És tudom azt, hogy hogy működik, ha valakik hatalomra kerülnek. Oké? Ami azt jelenti, hogyha egyszer olyan szintre jutnak a hatalomban, akkor onnantól kezdve nem engednek ebből. Így alakult ki az összes diktatúra. Hogy lehet, hogy több szociális emberek kerültek hatalomra. Mondok példát, mit tudom én, megválasztották mondjuk Hitlert, már megválasztották, és gondolta a nép, hogy ő mit fog csinálni? Megválasztotta a központi bizottság az oroszoknál, szovjeteknél, ugye Sztálint, és gondolták azt, hogy oda fog jutni, hogy a saját népét is írtja? Dehogy gondolták. Hát ha gondolták volna, akkor nem választották volna meg. Hitlert sem választotta volna meg a német parlament, érted? Hogyha ezt gondolták volna, hogy ő egy vérszomjas gyilkos lesz. Érted? Tehát milyen kinézetű emberek voltak ezek? Szociális, sőt lehet, hogy szociálisok is voltak ténylegesen. Csak ez úgy működik, hogy emberek hatalomra kerülnek, és elveszi a hatalom a józan eszüket. Érted? És attól függ, tehát azt értsd meg, hogy olyan a hatalom minimum, mint az alkohol, vagy olyan a hatalom, mint a drog. Kihozza az emberből a rosszat, ami benne van, érted? Tehát minden emberben van rossz. Miért? Mert kapott egy olyan neveltetést, amit nem kellett volna, és ezáltal belekerült a rossz, mert nem rosszként születtünk, nehogy azt hidd, minden ember jónak született, csak a neveltetése véget, mivel nem idézőjelben steril körülmények között nevelődött, tehát kapott a gyerek egy csomó elnyomást, mire felnőtt, óvodába, iskolába, stb. Stb. Még ha a szülei tökéletesen nevelték, akkor is. Ezáltal ugye lett az emberekben kisebb-nagyobb mértékű rossz a jó mellett. És onnantól kezdve, hogy mennyi rosszat kapott, odáig, ameddig hatalomra került, érted? Az meghatározza azt, hogy utána, amikor hatalmon van, mondom, a hatalom az úgy működik, mint az alkohol vagy a drog, oldja a gátlásokat. Oké? A hatalom oldja a gátlásokat. Ameddig nincs hatalmon, ott vannak benne a gátlások, például az erőszakra, vagy a burkolt erőszakra, stb. Stb. De amikor hatalomra kerül, olyan, mint mikor alkoholt megiszik egyes ember, és akkor elkezd verekedni, érted? Kötözködni. Vagy drogozik, és akkor onnantól kezdve nem a saját ura. Érted? Na ugyanez, a hatalom eléri az embereknél azt, hogy kibújjon belőlük a kis ördög, a rossz. Érted? Természetesen az is számít, hogy addig, míg hatalomra került, mennyire adta már el a lelkét. Minél jobban eladta a lelkét, annál több gonoszság bújt meg benne, de addig még nem volt hatalmon, addig ezt elfojtotta. Oké? És a hatalomra a gonoszság előjön, érted? De ez a szociális emberekben is megvan. Bárkinek, akinek hatalommániája van, hatalmi törekvései vannak, arra mind jellemző az, hogy ott van benne megbújtan a gonosz. Világos ez? Tehát még egyszer mondom, a hatalom olyan, mint az alkohol vagy a drog, kihozza az emberből a gátlásokat, feloldja a gátlásokat, érted? És ha megnézed, például itt Európában alig vannak olyan országok, ahol ez nem nyilvánult meg az elmúlt 2 évben, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 2,5 évben lassan kiderülhetett bárki számára egyértelműen nyíltan, hogy a hatalmon lévők nagyon nagy többsége az olyan hatalommániás ember, aki a hatalomban kibújik belőle az, ami nem kéne, érted? Tehát amikor a hatalmon lévők elnyomják az embereket, az még mindig nem azt mondom, hogy feltétlenül elnyomó, hanem a hatalom éri el, hogy elnyomoskodjon. Nekem van olyan ismerősöm, aki ivott, előtte nem ivott, tehát amikor ivott, olyan agresszív volt, érted? Hogy akkor eldöntötte, hogy akkor többet nem iszik. Ez férfiről van szó. Ráadásul nem egy kistermetű emberke, és még küzdősportot is tanult. Tehát ezáltal ugye eldöntötte, de ha ivott volna tovább, akkor kijött volna belőle ez az agresszivitás, de ő nem antiszociális ember, érted? Hanem ő egy szociális ember, ami azt jelenti, hogy józan állapotban ő képes arra, hogy ne legyen agresszív, érted? Sőt, józan állapotban egy igen békés ember, érted? Ugyanez a hatalmon lévő emberek, érted? A hatalom az kihozza belőle azt, ami el van fojtva, érted? Tehát szó szerint értsd, hogy úgy működik, mintha alkoholt inna, vagy úgy működik, mintha drogozna, érted? Én ha életemben alkoholt fogyasztottam, tudod mit csináltam? Puszilgattam az embereket. Ugyanez volt apám, ugyanez a 2 fiam, ugyanez, érted? Hogy belőlünk nem agresszivitást hozott ki, hanem több szeretetet, szó szerint értsétek, tehát a szeretettel kapcsolatos gátlásokat oldotta. És ritka egyébként ez, vannak ilyenek, de ez ritka, hát a hatalomban lévők sajnos nem ilyenek. Tehát ők, a hatalom nem azt hozza ki belőlük, hogy szeressék az embereket jobban, érted? Nem az. Tehát ha te azt gondolod, hogy bármilyen szinten én törekszem hatalomra, akkor te óriási tévedésben vagy. Én egy dolgot szeretnék, és ez ettől függ a bolygó sorsa. Hát inkább menjünk ide, itt ezt nézzük, hogy az emberek ezen a lelki fejlődés szintjén végigmenjenek. Ezt szeretném. Ugyanis az emberek lelki szinteken fejlődnek, akkor tudod mi lesz? Mindenki képes lesz arra, hogy önállóan tegye a dolgát irányítás nélkül. Érted? Nem lesz szükség arra, hogy bárki irányítsa őket. És akkor hogy fognak működni az emberek? Hogy összeülnek és megbeszélnek dolgokat, nyilván akiknek azonos cél felé haladásuk van, érted? És meg tudják beszélni. Miért? Mert azok tudják megbeszélni a dolgokat, akiket nem befolyásol a saját érzelme, hanem tudatosak tudnak lenni. Mit jelent a tudatosság? Hogy képesek a legnagyobb jó érdekében dönteni és háttérbe szorítani magukat, érted? Na most, hogy tisztában legyetek ezzel, én olyanokat megcsinálok, hogy létrehozok egy csapatot, és utána fogom azt az egész csapatot, berakom egy olyan ember alá, vezető alá, akit szeretném támogatni, hogy jövőben még nagyobb növekedést érjen el. Az azt jelenti, hogy nem a jövő az azonnal, ahogy át van rakva, onnantól kezdve nála nagyobb a növekedés. Ez azt jelenti, hogy nekem ezáltal, meg a családomnak kevesebb lesz a jutaléka. De tudod, kit érdekel ez? Engem nem. Tehát engem az érdekel, hogy mások könnyebben boldoguljanak, akik megérdemlik, hogy könnyebben boldoguljanak, és ezt én választom ki, hogy kivel csinálom meg, vagy kivel nem. Világos ez? És ezt már nem egy emberrel megcsináltam, nem is kettővel, oké? Ami azt jelenti, hogy ezáltal ugye annyival nekik több jövedelmük lesz, mint amennyivel nekem kevesebb, és kit érdekel ez? Érted? Soha nem érdekelt az, hogy mennyi pénzünk van, mert mindig tudtam, hogy amennyi kell, azt úgyis előteremtem, érted? És ez így is volt mindig, ha más nem, még egyszer volt olyan időszak, illetve még a házasságunk elején is volt hasonló, amikor ugye olyan eszközökhöz kellett folyamodni, hogy eladni valamit, vagy esetleg mit tudom, kölcsön kérni valamit. De hát hála Istennek már itt kölcsönkérésről nincs szó, sőt világéletemben én utáltam tartozni. Nem tudom, te hogy vagy ebből a kérdéssel, van akik imádnak tartozni, én kifejezetten utáltam, és én senkinek nem szeretek tartozni, még mondjuk 200 forinttal sem, érted? No, tehát itt van egy olyan közösség, ami bolygószinten egyedülálló, ami arra törekedne, hogy te elindulj ezen a fejlődési úton azért, hogy aranykorba juthass, mert ha az emberek nem fognak bejutni az aranykorba, ennek a bolygónak lehúzzák a redőnyét. Oké? Ez a bolygó így, ilyen formában tovább nem fog működni 2035-től, én csak úgy mondom előre, jó? Ahol vagyunk? Nem, itt már túlmentem, itt 2035-től, és most van az az időszak, hogy fejlődhetsz ahhoz, hogy bekerülhess az aranykorba, és a legkedvezőbb feltételekkel fejlődhetsz. Például valaki azt mondta éppen ma, hogy mit csináljon azzal az emberkével, aki azt mondta, hogy ő nem akar, tehát nézi az előadásaimat, de nem akar ott ülni az előadásokon. Na mondom, mondd neki nyugodtan azt, hogy lehet hallgatni rádión élőben, rádiót, bedugod a telefonban, fülhallgatót, azt hallgatod, közben teszed, veszed a dolgodat. Lehet felvételről igénybe venni az előadást, amikor akarsz, kiteheted a tévére, és akkor nem internet előtt ülsz, hanem a tévé előtt amúgy is ülnek az emberek. Ha ez sem jó, akkor fogod, és a felvétel dugod be a füledbe, és nézd, és hallgatod a felvételt bármikor, amikor éppen jól esik. Érted? Tehát magyarul nem, ha valaki nem akar rászánni időt arra, hogy fejlessze magát, tudod hányszor tanultam én úgy, hogy autóban, én régen egy olyan éves szinten olyan 40-50 ezer kilométert autóztam, és mindig úgy autóztam, hogy szólt a magnó, később a CD, érted? Nem a zene, hanem képeztem magamat, érted? És otthon is úgy csináltam olyan dolgokat, amikor nem kellett odafigyelni valamire, hogy közbe szólt a régen a kazetta, utána meg a magnó, a CD, érted? És nem kellett, azt mind odaüléssel kellett volna megcsinálni, nem tudtam volna megcsinálni, érted? Ezért úgy alakítottam ki az egész képzési rendszerünket, hogy ezt a technikát ma is tudják alkalmazni az emberek. Hogyha nincs ideje, akkor is tudjon előadásokat hallgatni, érted? Minimum hallgatni. Tehát én hallgattam régen olyan képzésekről előadásokat, amit egy csomó embernek csináltak, érted? Nekem nem kellett ott lenni, CD-n vagy kazettán meghallgattam, érted? És nem volt probléma. Hát most gondoljatok végig, hát ha nem hallgattam meg 1000 kazettát vagy CD-t ugye együtt, akkor egyet sem. Oké? Okay? Akkor egyet sem. Tehát én akartam fejlődni, miért? Mert tudtam, hogy nekem nem az a dolgom, hogy csak úgy legyek, és akkor úgy majd úgy elmúljak, mint a legtöbb ember, nem. És akkor kiderült, hogy az a dolgom, hogy bevigyük együtt az emberiséget egy sokkal jobb társadalmi formába, ahol nincsenek elnyomók, és az elnyomók megszüntetéséről nem nekünk kell gondoskodni, mert azok gondoskodnak róluk, akik lehozták őket ide a földre, érted? És ezt mondták is, hogy ezt megcsinálják, semmi gond nincs ezzel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 30 perc szünetünk van, utána személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, szeretlek benneteket, sziasztok!